1988-ban több mint 150 ezer fiatal járta végig az Auschwitztól Birkenauig vezető utat. Ahol egykor a halálmenete haladt, ma az életmenete hirdeti, hogy a pusztítás és a gyilkosságok felett az élet győzedelmeskedett. Emlékezünk és emlékeztetünk. 2002-ben lelkes fiatalok és művészek megalapították a magyarországi életmenetét. Az első alkalommal alig néhányan csatlakoztak a csendes megemlékezéshez. 2012-ben több mint 20 ezeren tartottak velünk, hogy hirdessük, soha többé. Minden tavasszal a magyarországi holokauszt emléknap alkalmából több mint 10 000 jó érzésű honfitársunkkal együtt itthon is végigjárjuk a lengyelországihoz hasonlóan a budapesti életmenetét. Fiataloknak, diákoknak szánt oktatási programokat működtetünk, kulturális eseményeket és megemlékezéseket szervezünk. Számos magyar művész állt mellénk, és segít az ismeretek és az autentikus történelmi tudás terjesztésében. A már hagyományosnak mondható jótékonysági koncertekre már biztosan számíthat tőlünk a közönség. Igyekszünk rendhagyó, érdekes eseményekkel, alkotásokkal is felhívni a figyelmet üzenetünkre, legyen az film, vagy a fiatalokat megszólító videóklip. Harminchétben mikor a hősünk, Tani még a gimibe jár. A ma emberének ismernie kell a múlt vétkeit és fájdalmait, hogy képesek legyünk a jelen fenyegetéseit megfelelően kezelni és elhárítani. Ebben a magyar kultúra legkiválóbb képviselői partnereink. Minden év januárjában megemlékezünk az ENSZ Holokauszt emléknapjáról is. 2004 óta pedig utazó vagon kiállítást is működtetünk. Önkénteseink és segítőink kiállítást állítottak össze egy éppen olyan marhavagon belsejében, amilyenben százával zsúfolták be az embereket a deportálások során. Évente sok-sok magyar városba látogatunk el, vállalva a vitát, a konfliktusokat is, ha kell. A diákok és a tanárok körében mindig, a városvezetések körében nem mindig népszerű kiállításunkon a fiatalok találkozhatnak és beszélhetnek a holokauszt túlélőkkel. A borzalmakról és fájdalmakról azok beszélnek, akik valóban átélték azokat. Az Életmenete Alapítvány neve egyre ismertebb. Egyre többen keresnek bennünket, akár véleményünket kérik ki, akár együttműködést ajánlanak. Az Életmenete önkéntesek sokaságát vonza, akik munkája teszi igazán hitelessé és hatékonnyá közösségünket. Mindenkit felekezettől és hovatartozástól függetlenül szívesen látunk rendezvényeinken vagy önkénteseink sorában. 2013-ban az Életmenete Alapítvány klubot alapít, melyben vonzó, színvonalas és tartalmas ismeretterjesztő programokkal a régi barátságok elmélyítését és új barátságokat remél.